Üdvözlök mindenkit! Egy nagyon fontos dologra szeretnélek megkérni titeket. Néhány napja a csatorna Facebook oldalára kiposztoltam egy kérdőívet a csatornával kapcsolatosan. Már 200-300 válasz eddig beérkezett, de az a helyzet, hogy ez még mindig nem elég. Ugyanis a csatorna jövőjéről van szó, amiben elsősorban ti fogtok dönteni. Facebook oldalunkon annyira sokan nem vagytok, ilyen 500 ember van ott nagyjából, úgyhogy úgy gondoltam, hogy előbb el fog jutni, illetve többetekhez el fog jutni az információ így videó formájában. Ugyanakkor itt szeretnélek is titeket arra is megkérni, hogy lehetőség szerint látogassátok meg a csatorna Facebook oldalát, és lájkoljátok, nagyon sok információt ott meg szoktam osztani, még az előtt, hogy esetlegesen lenne egy videó. De hát az egy sokkal gyorsabb információs útvonal, így felétek. Na szóval, kiraktam egy kérdőívet, erre szeretném, hogyha minél többen válaszolnátok, el kellene dönteni, hogy a jövőben, így mostantól kezdve, hogy elsősorban miről is szóljon a Kocka TV. A Kocka TV-n rengeteg különböző tartalom megtalálható, ezeket a tartalmakat is ti alakítottátok olyanná, amilyen jelen pillanatban, viszont valamire csak kevesen tartanak igényt, valamire viszont nagyon sokan. És azt szeretném, hogyha ráállnánk sokkal profibban, sokkal jobban, nagyobb körültekintéssel, arra az elsődleges dologra, ami a legtöbbeteket érdekel. Úgyhogy el kell nektek dönteni, hogy mit is szeretnétek elsősorban itt ezentúl a csatornán látni, persze azt egy sokkal, de sokkal magasabb színvonalon is, és sokkal gyakoribb tartalommal. Attól, hogy megszavazunk, eldöntünk egy irányultságot, hogy mi is legyen elsődlegesen itt a csatornán, legyen az X, az nem fogja teljesen kizárni az Y-t. De hát teszem azt, hogyha unboxingolgatni fogunk gyakran, és az lesz az elsődleges lényege a csatornának, attól mondjuk rá a gameplay nem feltétlen fog megszűnni, csak nem lesz napi szintű a gameplayes tartalom, hanem csak bizonyos körülmények közt fog olyan videó megjelenni. Tehát nem fog továbbra sem megszűnni semmi, amik eddig voltak, azok lesznek továbbra is, csak valamit középpontba fogunk helyezni, és afelé fogunk menni. Jó, de hát a csatorna jövője szó szerint a ti kezetekben van. A kérdéshez a linket lent megtaláljátok a leírásban. Hogy mikor születik meg az eredmény, az is igazából rajtatok múlik. Hát, ahogy beérkezik még néhány száz válasz, és leszünk elég sokan válasszal, akkor úgy lesz majd valamilyen videó formájában. El lesz mondva, hogy akkor innentől kezdve hogyan fog menni a Kocka TV. Igazából ott a kérdőívnél is nagyon sok minden le van írva, úgyhogy aki esetlegesen semleges is szeretne maradni a szavazástól, az is nyugodtan megnézheti a kérdőívet, elolvashatja, ami oda van írva, de hát változni fog hamarosan a Kocka TV, elég nagy változások lesznek, ezért is szükséges ez a lépés itt jelen pillanatban. Jó, úgyhogy majd valamikor lesz eredmény. Addig is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!